Rendeltem a netről 130 darab véletlenszerű érmét az egész világból. Persze a hirdetésben voltak fotók, úgyhogy nagyjából ki tudtam venni, hogy miről is van szó. 9000 forintot fizettem érte postaköltséggel együtt, ami ahhoz képest nem sok, hogy szeretek ilyet csinálni, újfajta érméket a kezembe venni és vizsgálgatni őket. Bár valószínűleg a numizmatikai értéke e boríték tartalmának nem haladja meg a 9000 forintot. Most felbontom, és nézzük meg, hogy mi található benne. Itt szépen az oldalát. Na lássuk. Aha. Jó, most elvileg ide szükségem. Nézzük, hogy van-e még valami. Itt is vannak érmék. Jó. Oké. Itt még van egy. Így. Ide söpröm az összeset a bal oldalra, és egyenként gyorsan áttekintjük őket, hogy mit is kaptunk. Na, hát lássuk. Ez egy, ha jól látom, egy nagy-britanniai 50 penis, méghozzá emlék. Nagyon sok emlék 50 penist bocsátanak ki. Angliában vannak ritkábbak, gyakoribbak ez egy közülük. Egy ukrán hrivnya. Oké. Lehet, hogy emlék, nem tudom, mindenesetre 2009. Egy amerikai nikkel. Nem tűnik túl réginek. 5 centes. Egy Buffalo nickel. Na, ez már viszont biztos régi. Egy régi amerikai 5 centes. Ennek örülök. Ezeknek leszokott kopni, itt szokott lenni az évszámuk, és nem lehet kideríteni az évszámot. A 10-es évek, azt hiszem valahogy így. De ez egy nagyon jó érme, Buffalo nickel. Szintén egy brit érme, 2 penny. Régebbi fajtából, ha jól emlékszem. Most nem látom hirtelen, 1970 valamennyi, nem, 1997, hát akkor nem is olyan régi. Egy régi 20 filléres, még egy 20 filléres, egy fenig, keletnémet, nem különös, egy medálba átalakított 25 cent 1966-ból. Nem tudom, milyen országban megvizsgáljuk. Aztán egy shilling, szintén valami brit gyarmatról, vagy most így nem tudom kideríteni, itt megint csak a királynő van, méghozzá egy fiatal királynőkép, úgyhogy ez lehet az 50-es, 60-as évek, 59. Ez érdekes, 1951, jó nagy, 5 shilling, 6. György, tehát 50-es évek előtti nagyon szép írás is van, tessék, 1851, az nem tudom mit jelent, biztos valamilyen emlék. Aztán egy tolár, szlovén tolár, na ezeknek örülök, ezek az érmék körülbelül 10 évig voltak forgalomban, a szlovén függetlenségtől az euró bevezetésig, úgyhogy ezeknek mindig örülök. Orosz, 5 koppek, 74-ből. Egy régi tantusz, ezüst színű. Nagyon jó, ebből vannak sárgák is. Még egy fél penis, pontosabban 50 penis, emlékérme. Egy pengő, Horthy-korszakból a háborús pengő, mert már nem ezüst, hanem alumínium. Egy gross, lengyel, ez egy szép lyukas érme, holland Indiák, Antillák, 1945. Na, ilyet még nem láttam. Érdekes. Régi 1 forintos, most a dupláját éri fémértékben, mint a névértéke. Úgyhogy már csak a fémért is lehet, hogy érdemes őket megtartani. Ez egy régi római pénz, ezeket egyáltalán nem ismerem. Hú, egy jó kopott. Ez valami francia lesz, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy még rébb. 1861. Vagy olasz. Inkább francia, nem tudom. Mindenesetre 19. századi. 20 centim, francia.
gyakori pénz, 10 gros, lengyel, 20 fillér, 20 fillér, ez a keletné, nem, ez micsoda? Ja, ez is 2 gros, grossen, ezek ezen, ja, Ausztria, 2 grossen, 200 márka, na ez érdekes, Deutsches Reich, 1923, ez inflációs pénz, vagy szükségpénz, vagy nem tudom, minden esetre ez a hiperinfláció korából való alumínium 200 márka. Jó nagy címlet. 10 Reis, 1884, ha jól látom, ez valami amerikai közé, portugál, nagyon jó. Román pénz, Ceausescu irából, sőt előtte 1966, 10 fillér, 100 lei, szintén Romániából, nem sokat ér 1995, 10 fillér, 20 fillér, 25 bani, román váltópénz, viszonylag új, 10 pfennig német, 1918, nagyon jó, 2 valami, hát meg nem mondom, de szerintem ez osztrák pénz. De fogalmam nincs, hogy ez micsoda igazából. Érdekes minden esetre. Egy penny brit, nem régi, 10 fillér, magyar pengő, alumínium a világháborúból, ezüst 200 forintos, ezeket szeretem, 92-ből ez az első kibocsátás, 50%-os ezüst, most kb. 1000 forintot ér. Egy pengő világháborús, 10 fillér, 15 kopek 61-ből, Szovjetunió, 2 francia frank, ez szintiszta nikkel, ezeket szoktam halmozni a szintiszta nikkel tartalmuk miatt. Egy római pénz, nem ismerem őket, majd megpróbálom kideríteni, valamelyik császár. 5 pfennig keletnémet, 2 forintos bélás, 1970-ből. Egy gulden, ez is szintiszta nikkel Hollandiából, 1972. Egy Rákosi címeres, 2 forintos, melyik évből? 1960-ból. Na lehet, hogy pont ez hiányzik a gyűjteményemből, vagy 50-ből, még jobb. Majd megnézem. Hú, ez érdekes, egy ötágú csillag, valami arab pénz lehet, 10 frank, Marokkó. Érdekes, ezek 1371. Hát most meg nem mondom, de ez a 20. Az évszám alapján, az arab számok alapján, arab évszámítás alapján, ez ilyen 1950 és 2000 közötti évszám, ha jól tudom. 10 fillér, 10 fillér, 2, mi ez? Ja igen, ez is az osztrák, 2 krajcár, vagy 2 fillérnek megfelelő összeg 1911-ből. Aztán 1 hrívnya, ukrán, 2001-ből, 2 fillér, nagyon jó, magyar királyság, 1942, ez is háborús pénz, ha nem tévedek, cink. Aztán 15 bani, román, ilyet is láttam már mi is, ez 50 pfennig, aha, Bundesrepublik, igen, tehát akkor ez egy 50 pfenniges nyugatnémet. Római pénz, nem ismerem az alkodót, természetesen római pénz, arab, de nem tudom milyen ország. Korona 10, ez valami skandináv lesz, 10 őre 1957-ből Svédország. Na ilyet sem nagyon láttam, még 20 cent. Casino de Divon. Ez micsoda, ez egy zseton? Casino, ez egy zseton. De érdekes. Nagyon jó, ilyen nem is van már akkor. 10 dinári Jugoszláviából, Nagy Jugoszláviából, 80-as évek második fele. 20 fillér, 1893, de jó, 19. századi 20 filléres korona, pénzvaluta, 2 forint, ez is többet ér, mint a fémértéke most már. Ja nem zseton, mi ez? Egy szlovák korona, Románia 2012, egy bani, 1974, 10. Ez bolgár, azt hiszem. Igen. Itt egy kitűző is. MHS összetett honvédelmi verseny. Hát ennyi.
a szocialista irából itt az ötágú csillag. Jelvényeket nem gyűjtök, de örülök neki. 25 svéd őre, 53-ból, shilling, 1 shilling, 1988, 1909, mi ez? Ez is 10, ez is osztrák, ha jól látom. 20 fillér, hú, ez jó nagy, 1 penny 1961-ből. Hát nem mondom, az 1 pennis érmék régen Nagy-Britanniában elég nagyok voltak. Ez is Magyar Királyság, 10 fillér, 1942, Horthy éra, második világháború. 1 cent, ez új, ebben nincs érdekesség, amerikai cent. Egy régi kivont 1 forintos, 1 krajcár, 1812. Nagyon jó, egy régi krajcár. 20 kopejka, 1861. Aha, az valami középkori lehet, vagy nem tudom, milyen kereszt van rajta. Jó. 10 aurar, 1974. Amerikai cent. Krajcár. Na nézzük gyorsan, mi van itt még. 10 frank, 20-as évek, nem, 50-es évek, ha jól tudom. 40, 51. Ez nem tudom micsoda. Ilyet is láttam már, mi is ez. Csehszlovák köztársaság, oké. Okay. Ez egy dime, 10 cent, amerikai. 10 fillér. Na, ez egy érdekes fillér, két filléres az első forint kibocsátásból, 1946-ból, bár ez éppen 47-es, ebben a két évben verték ezeket a régi két filléreseket. 2 pfennig. Mi ez a nagy penny? Ez is az egy penny. Úristen, ez meg a régi uralkodó. Jó, hát ez is régebbi. 1908. Nem semmi. Ez is egy régi krajcár, ha jól látom. Egy pezeta. Spanyol. 1944. Római pénz. 2 forint. Itt is egy ilyen régi érmécske. Itt egy újabb nikkel, 5 centes, amerikai, 2010-ből, 2 fillér, vagy inkább, igen, ez az osztrák fajta, 1910-ből, olasz líra, 100 líra, ez egy híres érme, 1 shilling, királynő korából, Erzsébet királynő korából, második, olasz, 20 centemis centesimi, 1919-től, érdekes. Ez nem tudom mi. 20 kopejka, 1961-ből szovjet, még egy szovjet, ez 10 kopejka. 20 fillér, 1894-ből a koronarendszerből, 1912-ből egy osztrák pénz, ez egy bolgár. 5 stotinki, 74-ből, kommunista időkből. 2 cent, de melyik ország lehet ez? Fidzsi. Nagyon érdekes. Szép levél van rajta. 2 forintos bélás, utolsó kiadás 89-ből, és egy penny. Na, hát ezeket kaptam. És még megnézzük gyorsan a bélyegeket. Hát, ha van közöttük érdekes. Tessék, nem nagyon értek hozzájuk. Köztársaságos felülbélyegzés, francia, Ausztrália, nagyon jó, Pakisztán, de jó, Pakisztán, India, Ausztrália királynővel, forgalmi bélyege, szintén India, valami dolgozó nő van rajta. Ez is egy brit gyarmat, ide meg nem mondom, hogy milyen ország. És Magyarország. Na, hát ezt tettem én 9000 forintért. Most elkezdem őket rendszerezni, az értékesebbeket kivenni, betenni albumba. Megnézni őket a katalógusokban. Úgyhogy most munka vár rám.